Az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás gyümölcsösökre hektáronként 300 ezer forintot, szántó esetében 80-90 ezer forintot, míg gyepre 50 ezer forint plusz forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az agrárkörnyezetgazdálkodási program keretében fontos cél a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biológiai sokféleség megőrzését, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. Tegnapi nappal igen kihirdetésre került az AKG, amit már nagyon régóta vártunk, ez egy 5 éves célprogram. Beadási határidejéről annyit lehet tudni, hogy november 7-től december 7-ig lehet erre pályázni. Két nagyon fontos dolog van, amire ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet. Egy, azok a területek, amelyeket a gazdálkodók beszeretnének vinni az AKG-s célprogramokba, legyen a szántó, gyep, gyümölcsös, nádas, ezeknek a földhasználatát rendezniük kell eddig az időpontig, illetve, mivel ez a célprogram 5 éves célprogram, 2020. december 31-ig bizonyíthatóan a használatukban is kell, hogy legyen. A szántóföldi földhasználati kategória esetén a támogatás intenzitása 300 hektár nagyságú földterületig 100%, 300 és 1200 hektár között 85%, 1200 hektárt meghaladó terület esetében 50%. Ezekkel szemben a gyep, a nád és az ültetvény földhasználati kategóriák esetén a támogatás intenzitása minden esetben 100%. A kiírásban újdonságként szerepel, hogy a gazdálkodóknak a pályázat mellékleteként csatolniuk kell a támogatásban résztvevő földterületek 3 méteres pontosságú GPS koordinátáit, és meg kell határozniuk, hogy mely célprogramokban milyen feltételeknek kívánnak megfelelni a következő években. A gazdálkodóknak van egy úgy szántó, gyep, gyümölcsös és nádas célprogramok esetében is van egy alapfeltételrendszer, amennyiben pályáznak ezeket teljesíteniük kell minden esetben, illetve plusz támogatásokért választható kategóriákat is beválaszthatnak ezekbe a célprogramokba, amiket aztán 5 évig teljesítenek. Ezek közé tartoznak gazdálkodási naplóvezetés, tápanyaggazdálkodási terv készítése, nagyban nem változott az előző év kiírásaihoz képest, viszont mindenképpen a környezettudatos gazdálkodást helyezik itt is előtérbe, és erre vonatkozóan kaphat a gazdálkodó a földalapú támogatás mellé kiegészítő támogatásokat. A meghirdetéskor rendelkezésre álló keretösszeg a 7 évre vonatkozóan 158 milliárd forint, amelyből megközelítőleg 11 000 pályázót támogatnak majd.